Sziasztok, Robin vagyok, és most játszunk egy kis House Flippert, és folytassuk a garázs bunkerrel. Nem is ház, hanem csak garázs, de alatta van egy bunker. Úgyhogy most befejezzük, és utána megvesszük a következő házat. Már úgy nagyjából megvan, már csak be kell rendeznünk a bunkeres ház. Garást. Garázs bunkerrel itt van. Na, a garást azt kipofoztuk, egy kicsit nagyobb. Majd lehet, hogy kint is. Lecseréltem a... Ezért... Itt lehet, hogy kell majd valamit raknom. Ilyen szekrényt, vagy valami ilyesmit. Ja, itt vannak a csempék, amiket leviszek. Ó, van két... Hát ez érdekes. Gyorsan ledobjuk ide. Hogyni. Hogy. Ó, és még emeljük így a hizét is. Gyorsan a csempéket. Hogyni. Érdekes, hogy ezzel is növeljük a... Na, menjünk. Hát lehet, hogy itt majd kifestünk. Igen. De most először... Jó. Itt lesz majd valami szekrény, vagy valami ilyesmi. Hát elég szűkös a hely, úgyhogy még nem nagyon tudom, hogy hova lehetne valami tévét, vagy... Vagy egyáltalán ebédlőt. Na, hát ez nagyon jó helyen van. Hogy fogok én... majd ráugrok a... Na nézzük. Ezt így ide rakjuk. Hogy? És akkor ezt a másikat is. Jó, hopp, ez az megvan. Na. És akkor ezt a két konzervet pedig oda fogjuk majd rakni oda be a tárolóba. Ide meg jó sok vizet. Mindenképpen. Szerintem ezt most így bezárom, mert most ezzel a résszel foglalkozunk. Így van. Na. Ezt hova is tudnánk rakni. Kicsit lejjebb googolunk. Ez pedig. Hát ez. Mustár, vagy mi ez. Majd fölpakoljuk még jó sok dolgot veszünk. De előtte... Szerintem a hálószobával kellene így csinálni valamit. Na nézzük. Jaj! Minden egyes belépéskor, ezt nem tudom, hogy miért. Itt nem állítódik el, de mégis elállítódik, úgyhogy ez a pecs ez jól jött. Mert minden egyes alkalommal vissza kell állítanom, és mindig elfejtem. Na most már jó, így. És akkor... Szerintem legyen ugyanaz a szín, nem? Festés. Egy bunkerbe festék. Mindegy, jó lesz ez is így. És akkor homok. Ez jó. És akkor ez így világosabb is, és akkor szerintem ezt most így gyorsan lefestjük. Mit szóltok hozzá? Így. Hogy mi? És most itt.
Legalább lakályos legyen egy kicsit, nem de? De. De bár. Na. Kérnék szépen. Mert itt nincs rendes ajtó, de ez így legalább lakályos lett. Így. Úgy. És fölötte. Jó. Na. Túl kicsi itt ez a hely, úgyhogy gyorsan. Tudjátok mi? Itt is megcsinálom. Kész. Igen, most már tudom, hogy miért megy be. Mindegy, jó lesz ez így is. Vegyük úgy, mintha nem láttuk volna. Ne. Szerintem erre elegendő lesz. Majd persze padlólapot is fogunk rakni. Csak nem is tudom, hogy miért. Fehér kellene. A fehér csempe az jó. Bár ott akkor lehet látni, hogy milyen kosz van, de... Ez így megvan. Hát elég ronda, kár, hogy a mennyezetet nem tudjuk. Ja? Még itt ezt. De jó. Ez így megvan. Jó. Hopp. Jó, az már üres lett. Jó, oké. Akkor tudjátok még mit? Hát akkor legyen már így a padlóla emelet. Fehér. Az jól passzol, és legalább lakályos lesz. Ó, és lehet látni akkor így a rácsokat, amin a víz lemegy. Árvíz esetén, vagy bármi. Jó. Ó, ez az. Hogyni? Ezt így. Megvan. Jó. Tök jó. Hát ezt nem így kellett volna. Most ide kellene. Hűha. Pá, de jó, egymásra mentek. Na most, ugye ezek így útba vannak. Na. Ez az. Szerintem még ezt a kettőt, és akkor oda fog férni a szekrény. Így. És nézzük meg, hogyha ezt így becsukjuk,
Ó, tökéletes. Jó. Akkor most egy kicsit a C-t megnyomjuk, hogy egy kicsit alacsonyabbak legyünk. Ugyebár. Na. Ide. Babokat egy csoportba. Tudjuk. Nem csak kettő. De tudjuk. És akkor van kettő ilyen, vagyis vagy több. Hoppá! Ide három még elfér, sőt, szerintem négy. Még egy. Egy ide. Sorokba. Hopp, ó, hát az már majdnem leesik. Jó, akkor a googlásnak vége. Jó, és ebből egy van, majd ebből többet is vehetünk. Jó. Csak azon gondolkozom, hogy ide mit lehetne rakni. Hát nem tudom, valami szekrény kellene, ami úgy elfér. Nézzük csak meg. Szerintem egy ilyen elfér. Nem kell nagy. Aha. Tök jó. Azt mondja, tudod, nem itt fogok lakni. Gondoltam. Hát akkor hol? Furcsa. Na, hát akkor menjünk. Hopp. Na, akkor csempézzünk. Csempe, csempe, csempe. Hogy rá ugrottam a mosógépre. Tudtam, hogy egy kicsit cserélni kell a... Na. A mosógépet a WC-vel, de semmi gond. Jó ez így. Sőt, szerintem... Á, nem, jó ez így. Jó volt. Csak meg kell szokni. Ő ide ugye, amit a Csajci nem szeret, fegyvert látni, ezért a két pali lesz majd a befutó. Valamelyik a kettő közül. Itt most nem lesz sok választék a vásár... Itt nem lesz vásárló dömping. Jaj! Majdnem rá tettem éppen időben észrevettem. És akkor ugye, hát nem tudom... Szerintem tévét nem kell csinálni. Van konyha... Majd olvasgatnak könyvet. Jó sok könyvet. Azt nem biztos, hogy műveltek azok a katonák, akik ide akarnak költözni. Azok ilyen túlélők. Mindenféle ilyen túlélő dolgot majd rakok nekik. Kell valami turbinát is elhelyeznem. Ez remélem nem nagy. Hát igen. Kell még egy adagot vennem ebből, mert ez az utolsó előtti szerintem. Nem, most lesz az utolsó előtti, és ez az utolsó. És akkor veszek még egyet. Hát, nem kell sokat arról.
Hát csak azért vettem a szekrényt, hogy legalább a ruháit, hogy ne koszolódjanak. Az ágyhoz tökéletes, úgyhogy nem is értem, hogy miért nem jó nekik. Na, akkor fal és fali lapok, és itt van, egyet veszek, nem kell több. Így is marad. És ezután kíváncsi vagyok, hogy amikor eladjuk, akkor mi lesz. Itt nem sok berendezést kell szerencsére csinálnom, csak jó sok kaját a túléléshez. Jó sok ilyen első segélyládát veszek, legalább négyet, minimum. Nem, négy elég lesz szerintem. Az azért elég sok. Majd meglátjuk, hogy hogyan megy föl nekik az elégedettség. És akkor eladjuk ezt. A lag az azért van, mert minden egyes mentésnél csinálja. Ezt már így rájöttem. Na akkor fehér lap kell. Itt van. Ez az. Na. Akkor végig így lapozzuk a dolgokat. Az előző videóban annyit kellett variálnom, hogy hogy legyen, meg mint legyen. De a végén csak összejött a dolog. Na, a fürdőszoba megvan. Lehet hasznosítani a dolgokat. Na és akkor itt befestjük a konyhát. Úgyhogy nem kell itt ilyen tévészoba menni. Ja. Mert csak egy hálófülke és konyha elegendő, hogy valamit tegyünk. Vagy polcokat azért lehet. Amire akár fegyvert vagy. De azt még nem tudjuk. De az biztos, hogy cég meg asztal kell lenni fog. Ahol kajáljunk. Jó. Pont kifogytam mi, persze. Jó, és akkor itt is. És fönt megvan. Jó. Akkor még ide visszük. Itt azért van két nagy mennyiségű, hát egy kicsit szűkös itt a hely, semmi gond. Gyorsan ezt is kifestjük. Ja, igen. Na, hol van? Töltsünk. Ez az. Nem akarok fölmenni. Jaj. Föl akart volna. Menjek. Jó. Jaj, ne van. Kifogytál? Ha, mindegy. Úgyis a festés után ezeket mind eladom. Jó.
meg is vagyunk. Akkor eladjuk. Ezt. Jó. És akkor nézzük meg az asztalt. Mert ugye kell egy asztal, egy kicsi keskeny, nem kell nagy. Itt van asztalok, és ez kell. Slim és fehér. Aha. Tökéletes. Ó. Miért nincs itt semmilyen bútor? Hát, most csinálok. Próbálok. Székek. Valami szapabíró? Legyen most egy ilyen. Aha. Három személy. Az egyik úgy látszik nem szereti az asztalt meg a széket, de már... A csajsz első lehet? Na! Vagy második? Úgy értve. Jó. Kell egy tűzhely. Mentés volt. Konyha. Főzzön a csajszi. Ja, nem itt van. Azért kell egy ilyen. Mindenképpen. Jó. És akkor kell egy sütő. Ja, tényleg, hűtő. Ajjajjajjajjaj. Vagy nem kell hűtő. Vagy kell. Kis hűtő, üveges kis hűtő. Kávé azért kell mindenképpen. Itt ez túl. Így. Jó. A csajszí első helyezettet ért el. Híha. Azt mondja, aha. Főzés. Szerintem ez így jó lesz. Simán. Na, hát akkor legyen egy kicsit lakályos. És akkor, hát, akkor spejzoljunk be. Ja, kis... Mikró az mindenképpen. Legyen mikró is. Hűha. Hát, kicsit szorosan vannak, de ez van. Akkor ez itt legyen. Fogyni. Most lehet főzni. Na most a Survivor-nél. Hát most elég érdekes lesz. Mert... Ilyen. Kell a csizma. Ja, majd csak. Kell csizma. Mindenképpen kell csizma. És kettő. Itt egy. Kettő. Utána kell víztároló. Na. Ide tesszük a víztárolókat. Oda nem megy. Ide. Egy. Kettő.
kettő. Húha. Palik mennek föl. Hoho, és még ide is egyet. Most aztán van utánpótlás, sőt... Még ide is. Haha. Lesz itt nem ulas. Annyi víz lesz itt, hogy belegebettek, és jó sokat kell majd vécére mennetek. És még egyet ide. Jó. Szerintem ez így ennyi. Jó. Akkor utána... Ilyen vize... Ez ilyen... flakonos víz, ugyebár. C betűt megnyomtam, hogy egy kicsit legugoljak. És akkor ez... Az... Ez... És még egy sort csinálok azért. Jó. Na. Akkor kell egy áramfejlesztő turbina. Na, ez jó nagy lesz szerint. Hát ez hova a fenébe rakjam? Hát ez óriási. Azt a mindenit. Ajajajaj. Hát ez óriási. És nem tudom sehova se rakni. Talán ide. Sőt, ez miért van itt ez a szekrény? Nem kell szekrény, minek kell szekrény? Puff! Azaz. Így lesz. Na. Jó, ez így. Tökéletes. Na, ez megvan. Ó, nyami, nyami. Ez micsoda? Organic food. Organikus. Hát akkor még vegyünk ebből párat. Na, még egyet. Jó. Kíváncsi vagyok, hogy mennyire fogják megvásárolni majd a házat. Na. Ó. Tonhal konzerv. Na. Tehát ezt hova? Ja, nem így. C betűt megnyomjuk. Aha. Nem lehet rárakni? Nem. Ha! Ez poén. Akkor tudjátok mit? Ide rakjunk egy sornyit. Egy. Kettő. Három. Négy. Bőven jó négy darab. Még pluszban, persze. Ó! Meatballs. Húskonzerv. Ilyen van? Ah, igen, van pár. Mindegy, egy sornyit nyomjuk. Jó. Most van elég hús is. Na nézzük. Ó, van itt paradicsom. Akkor ebből szerintem egy sor elég lesz. Jó. Úgy látszik, az ismeretlen azt szereti a... Akkor legyen egy csicseri borsó konzerv. Thank you.
Igen, ez is megvan. Ó, WC papír. Hát azt mindenképpen. Ó, ezt a WC-re kellene tenni, nem? Haha, megvan. Jó, szerintem ennyi elég lesz a WC papírból. Majd hogyha kell, akkor majd fölmennek radioaktív helyre. Kapcsoló. Ja, hogy ez az a kapcsoló. Aha, na mindegy. Kanál túlélés. Mennyi kanalat vegyünk? Tudjátok mit? Ide rakom. Egy. Kettő. Három. Négy. Öt. Hat. Hét. És nyolc, ha vendégeket hívnak. Ha már van asztal, akkor legyen. Kés. Legább kettő. Figyúzzatok. Ó. Hát ezt egyébként nem ide kellene rakni, de mindegy. Hát mindegy. Ide egy, és oda egy. Jó, kell a kés, ugye? Lapát. Ebből is kettő. Mindenképpen kettő kell. Így. Így. Hogy megállnak? Figyeljétek. Nincsenek megtámasztva. Na jó. Oké. Ó, fegyver. Légpuska. Á, elég egy. Nem? Így, ide. Egy. Csak úgy a biztonság kedvéért. Rizs. Műanyag hordó. Minek kell egy műanyag hordó? Szerintetek? Nézzük csak, hova is tudnánk rakni. Sehova. Túl nagy. Tudjátok mit? Ide. Kettőt. Ide. És még egyet. Pá. Azt nézem, hogy ide valamit lehetne. Jaj, tényleg. Tudjátok, mint egy komódot kellene, de még előtte azért pár rizs adagot benyomok ide. Ide leges legalulra. Na, 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 ez az. Úgy. Így. Az, és még egy. Jó, király! Ezt becsukjuk, hogy jobban megnézzük, hogy még mi szükséges. Mindenképpen egy ilyen adag. Igen. Jó, oké. Ez meg is van. Húha. Nem kell komód, mert túl keskeny. Menj csak. Talán... mindegy. Szerintem ebből kell egy, kettő, három, négy. Na, meg is van. Gázmaszk.
Kettő vagy egy legyen. De ezt hova lehetne tenni? Nem lehet sehova se tenni gázmaszkot? Akkor ide az asztalra, nem? Hova szokás tenni egy gázmaszkot? Se a földre, se az ágyra. Se ide, se oda. Ez elég furcsa. És a szekrényre, ide, oda se. Oda se, oda se. Hát akkor nem lesz kész. Nem lehet sehol se rakni, hát ilyet. Furcsa. Na akkor vegyünk egy ilyet. Magyaróvaj. Az nagyon fontos. Az a legfontosabb. Jó lesz ez bőven. Jó. Oké, akkor... Aha! Ilyen kellene. Ja, most nagyon jó, mert becsuktam. Na, akkor nézzük csak. Jó. Oké. Oké. Jawohl. Oké. Oké. És oké. Jó. Megvan a leves üvegben. Ez megvan, ez is megvan. Ó! Generátor? Áramfejlesztő? Mekkorák ezek? Aha! Jó, oké, hagyjuk. Gázpalack? Nagy élelmiszertartó, élelmiszertartó. Akkor ilyeneket veszek. De hova is rakjam? Ez elég furcsa volt. Már most áram kimaradás? Hát akkor legyen még egy bödön. Úgyni. Szerintem ez így tök király. Van fegyver is. És úgy látom, hogy egy második helyre csúszott a Csajci. Ó, fegyver, tényleg. De gázpalack az... Ez nem kell? Nem szükséges? Ide. Ó, az áramfejlesztő, az gázpalack. Robbanjunk csak föl. Jó, akkor még egyet. Látom, szereti az alsó emberke. Jó. Oké, akkor fegyver, pisztoly. Pisztolyt hova? Ide? Ó, akkor legyen itt az ágy alatt. Tudom, hogy a Csajci nem szereti a fegyvereket, de hát sapka. Az jó, az mindig jó. Az mindig jól jön. Ott az ágy alatt az ott jól el lesz. Még egy fegyvert. Igen. Jó. Vegyünk egy nagyobb fegyvert is. És akkor szerintem ennyi. Ezt nem kell szépíteni, mert ez úgyis csak egy bunker. Ó, gázpalackok fölé egy gépfegyvert. Ó, de király. Jó. Ó, igen. Legalább megvédi magát. Jó, hát szerintem
míg a padlólapot megcsináljuk. Jajajajaj. És utána eladjuk. Most már minden túlélő cuccot raktunk, nézzétek, tele van, majdnem. De ezzel jól el van egy ember, bőven. Ja. Akkor most... padlólapozzunk. Fehér. Na, akkor lássuk. Igen. Király. Ez is jó. Nem kell a garázst. Kifessük még a garázst, szerintetek? Hát, legyen kifestve a garázs. Jó lesz az úgy kifestve. Legalább lesz valami hangulata is. És akkor eladjuk. Király. Jó. Na, hát akkor ez van. Tök jó. Itt csak úgy tud mászni, úgyis atléta szerintem. Mennyizé. Jó lesz ez, ilyen lesz. Van áramfejlesztő turbina, tökéletes. És akkor menjünk föl szerintem, fessük ki a garázsnak a külső részét. De tök sötét van, nem látok semmit. De semmi gond. Jó. Akkor nézzük, hogy milyen szín. Szerintem legyen fehér szín. Ó, tökéletes lenne. Fal. Fehér. Fehér lesz és kész. Itt van. Fehér. Jó. Egy, kettő, három, négy. Jó. Lehet, hogy ennél kevesebb is elegendő, de azért. Biztosak legyünk a dologba. Úgy. Lehet, hogy három is elegendő. Sötétben is milyen jól el vagyunk mi. Ha. Ó, hát. Következő fordulóban már szerintem oda viszem, mert már olyan messze leszünk, hogy... Iha. Na jó, vigyük csak. És a másikat is. Csak ne így felbukjak, amit most elhelyeztem, mert nem látok semmit. Árva kukkot nem látok. Hát hallottatok már ilyen? Hol van? Aha, megvan. Tök sötét van. Mindegy. Ezt gyorsan kifestjük, kívülről, hogy valahogy kinézzen, és utána eladjuk. Hát kár, hogy az autót eladtuk, lehet, hogy akkor még többet is adtak volna. És semmi gond. Előfordul az ilyen. Ó, ennyi. Tehát így. Húha. Ennyi? Nem, még van benne. Majd a végén kell létre is.
Ennyi. Na és... Ó, még van benne. Jó, jó, jó ez. És akkor most fogyott ki, mi? Nem, még mindig van benne. De jó, ez lánymerítéses. Egyébként ezután egy... egy rendes ház fog következni. Csak kíváncsi leszek, hogy ezért 100 négyzetméteres bunkerért mennyit fognak kóstálni. Ugye... ezt megvettük 31 millióért, nem is tudom, hogy mi kerül annyiba. Jó, lehet, hogy a kocsi is benne volt az árába. De azt most eladtuk. Igen. Véletlenül... Jaja. Óha. Mindjárt végzünk. Akkor elég volt így kettő vödör. Érdekes. Tü-tü-tü. Aha, most kell az, hogy ezt így eladjuk. És akkor veszünk egy létrát gyorsan, gyors ütemben. És akkor más, így. Két oldalt kell, azt tudom. Ezt még gyorsan felszippantjuk. Nem kellett ott teljesen. Akkor fölmegyünk. És... Jó alá. Na, menjél már! Mi? Beragadtam? Jó. Na akkor menjünk a túlsó oldalára. Ott kimaradt. Na majd azt pótoljuk. Meg ott is kimaradt. Jó, hát akkor az ablakoknál ott kimarad, de van elég festékem, úgyhogy még nem adtam el azt. Jó, meg is van. Ezt mi nem tudom. Értitek? Ezt nem értem. Na mindegy. Gondolom olyan magasan vannak, vagy olyan magasan van az a rész. Na. Azért. Aha. Most jó lesz. Jó. De tényleg a másik ablakokét miért nem tudtam? Nézzük csak meg. Ez? Túl fönt van, túl magas az ablak. Ez jó. Akkor minden egyes ablaknál oda kell mennem. Túl magasan van. Ezt nem gondoltam volna. Ez az. Hát ezt, ilyet még nem pipáltam. Hogy olyan magasan van az ablak, az ajtó, az ablak. Hogy föl kell álljak. És a tetejét lefesteni. Olyan alacsony a karakterem, hogy zömök alkatú biztos. Na. Hopp, ott az oldala a garázsnak nincs.
Minden megvan. Ez is. Jó. Akkor ho, majd hova lett. Mindegy. Gyorsan még itt a garázsnak a két oldalát. Ha. Mindegy. Így lesz. Akkor ezt eladjuk. Ezt. És akkor ezt. És akkor már nem is nézünk be. Lefestettük szépen. Úgyhogy most átverése három ember közül úgy látom, hogy itt nagy harc lesz. Na nézzük. 31 milláért vettük meg. 2,5 óráig szenvedtünk vele. Jó, hát akkor nézzük meg, hogy aukció indítása. 1, 2, 3. Jó. Hát konzervek kellenének még. Ajánlott tárgyalása. Szerintem egy olyan 4 milcsi. Mit szóltok hozzá? Tárgyalás? Ó, biztonságban leszel, biztos. Majdnem a kétszerese. Nem pont a kétszerese, de 20, majdnem 28 millió profit. Azért az már nem semmi. Lehet, hogy 5 milcsi vagy 6 milcsit is lehetett volna, de azt nem kockáztatom meg. De az ajánlat elfogadva. Wow! Tök jó. Eladtuk. És most van 103 milliónk. Úgyhogy nézzük a következő házat. Az utolsó olyan házat, ami 100 négyzetméter fölötti, de 200 négyzetméter alatti. Ha jól emlékszem. Na nézzük csak. Hát jó lett volna, hogyha valami húsvéti DLC jött volna. Nem, még van egy ilyen. Ó, még van. Szerintem ezt vegyük meg, ezt a 27 millás házat. Ezt a... Hogy hívják ezt? Na mindegy. Úgy is megmondják. Na, tovább. Na, ez 145 négyzetméter. Ez nagy. Ez a nem kielégítő eredmény. Ez érdekes. Ja, ez ugyanolyan nagy ház, mint azok a csajok, különböző csajok. Azaz. Igen. Ez micsoda? Itt máshogy vannak az elrendezések. Jézusom, mi ez itt? Húha. Na nézzük, 1-es, 2-es, 3-as, mik ezek itt? Milyen ajtók ezek? Vagy milyen szobák itt? Ja. Mi ez a lyuk? Ugye ezt nem gondoltátok komolyan, ugye? Külön WC fürdőszobával. Hát ezt mindenképpen egybe kell raknunk. Hát ez hogy néz ez ki? Sőt, hát a hálószobával. Ó, hát ez egy lyuk. Mi ez itt?
És ez mi? Ja, hát itt WC nincs, mindent eladok úgyis. Hát ez már úgy normális nagyságú. Hol látom vakolni, úgy értve, hogy gipszelni is kell dolgokat. Hát ez egy kisebb, ez gyerekszoba lesz. Ez lenne a nagy szoba. És a konyha. Anyám. Ez borzalmasan néz ki. És ez lenne. Hát ez lesz majd a dolgozó szoba. Ott mi van? Ó, hát ezt gyorsan eladjuk itt mindent. Nekünk ez nem kell. Ez se kell. Ez se kell, ez se kell. Ez lesz az iroda. Ez lesz a nagy szoba, konyha, minden más. Ó. Ez így már könnyebb és jobb. Hát az, hogy a WC az így külön, de hol van itt a... itt még meg... ez nem kell köz. Micsoda lyukak vannak itt. Ja nem, ez hálószoba, két hálószobát tudunk. Egy gyerekszoba, egy iroda. Ó, lesz itt még minden más. Hoppá. Ó, igen. Most már úgy körvonalazódik a dolog. Jó. Hát akkor takarítsunk. Először itt elég szűkös ez az előszoba, de nem gond. Nem gond. Az előszoba ott úgyis csak fogas kell, meg minden más. Ó, ez az. Hoppá. Pókhálókat gyorsan itt tüntessük el, meg minden egyebet. Óha. Szépen a falat tisztítsuk meg. Ez mi lehetne? Space, vagy gardrób, vagy... Uha. Aha. Így. Hát de viszont az jó, hogyha két fürdőszoba van. Kicsi, és legyen egy nagyobb. Az mindenképpen a radiátorokat, az ablakokat mindenképpen letöröljük. De ez a lyuk, ez valami borzadály. Ez tuti, hogy kiütjük. Csak nem gondoljátok, hogy így lesz. Tarthatatlan. Oké, ez így megvan. Újni. Van valami helység? Újni. Van valami kisebb helyiség is. Ilyen rejtett szoba. Itt valami van.
Igen. Szerintetek kiüssük, vagy... Na. Most szórakoztok. Na végül. Itt valami van. Szerintem üssük ki. Mit szóltok hozzá? Vagy... Nézzük csak meg. De túl sok itt az ajtó. Szerintem itt legyen a kiütés. A. Puff. Rejtett szoba. Mit rejthet a szoba? Aha. Oha. Ó. Ho, figyeljétek már. Itt van egy kis szoba és kép. House slipperes kép. Hát ez csudi jó. Ilyet még nem is láttam. Ó, hát ez nagyon jó. Kinyit. Ó, és mi van benne? Semmi? Mennyibe kerül ez? Ó, 750 ezer? Na, nehogy adom. És ez? Ez nem is olyan drága. De szerintem ezt megtartjuk, ez nagyon jó. Ezt a képet megtartjuk. A páncél szekrény pedig. Most kiütöttek. Pam. Legyen szerintetek egy harmadik WC. De akkor itt csak... Hát tulajdonképpen... Nem is olyan rossz. Mondjuk zuhanyzó, szerintetek? Szerintem egy zuhany. Nézzük csak meg. Zuhany. Így. Ó, igen. Már is el fog férni, és egy mosdót mellé. Aha. Most várj csak, nem. Mindenképpen WC-t, zuhany mellé WC. Jó az úgy. Jaja. Így lesz jó. Így lesz. Aha. Jó. Nézzük csak meg, hogyha megvesszük a fürdőszoba dolgokat, ugye magát ezt. Ja, persze. Nincs kinyitva ezek a dugajok. Most már jó lesz. És akkor a WC-t megveszük, egy ilyet. Ah, jó lesz így. És akkor ugye mindenképpen nagyobb lesz, mert ugye nem, először meg kell nagyobbítani egy kicsit a falat. Nem így akartam, így akartam. De. Jó. Ez így jó lesz.
Így. Így. Na most egy, kettő, három, négy. Jó. Már csak azt kell tudnunk. Aha. Egy ajtót veszünk ide. Ajtó. Fehéret még hozzá. És nem így. Ez jó. És akkor nézzük csak, hogy... Aha. És akkor itt lesz a mosdó. Mosdó, mosdó, mosdó. Fűtőszoba és a mosdó. De még előtte ki kell szerelnünk a vezetékes részét. Berendezések és mosdó. Így kell ezt csinálni. Így. És akkor ebből a dugajokat innen megszüntetjük. És akkor most megvehetjük a mosdót. Jaja. Hopp. És már be is szereljük. Amíg még lehet. Szépen. De egyébként ezt a házat folytatni fogjuk. De azért nem semmi jó, hogy azt a 31 ezrest azért szépen jó, sok profitért meg tudtuk csinálni. Ezt a képet elviszem ide. Ez nagyon jó, hát ez haláli. Nem is hittem volna. Gyorsan ezt a WC-t is beszedem. Jó. És akkor most jön a zuhanyzó. Muszáj gyorsan megcsinálnunk. Még. Ezt úgy bedugjuk. Kerentyű. Ez is. Jó. Az ajtó részeit, vagy a zuhanyzónak azt rögzítjük. Fogantyúját, amivel kinyitjuk. Azért ez így elég kényelmes lesz. Ez 27 milláért vettük ezt a házat. Szerintem azért rendbe fogjuk hozni úgy, hogy minden rendben legyen. Jó. Ja, és tükör. Azt még gyorsan megveszük ezt a tükröt. Most ablak takarítás lesz. Másnál van a tükör. És valahol itt. Itt van ez az. Ez kell nekem, a szokásos fehér szín. Hát, jó lesz így. Jó. Kicsit szűkös lett, így a hálószoba, de akkor ide tesszük az... Hát, egy személyes ágy legyen? Na mindegy. Takarítsunk. Vagyis, hogy mossuk le az ablakokat. Az összes ablakot most így lemossuk. Hopp, ez megvan. Ja, az ablak mosások után pedig szépen meg fogjuk csinálni a radiátorokat, mert az még... Úgyhogy itt három fürdőszoba lesz. Azt a WC-t, ami ott külön van, hát azt onnan megszüntetjük úgy, hogy... Hát ez így nem mehet.
nem lehet, hanem ezt szépen itt betörjük a falat, és egybe lesz a fürdőszobával. Tutkó. És rám hullik az egész a fejemre. Király! Ó, azaz. Így van. Minek kell itt külön sima WC? Felháborító. Hopp! Hogy fölment? Felugrott. Ohoho, ez. Hogyni? Ez meg minek van itt ez az ajtó, itt útban van. Na, nézzük csak meg ezt így. Ohoho, király. Lehet, hogy itt lesz a kádinkben, nem? Megvan ez a nagyság, nem? Nem tudom. Mindjárt megnézzük. Csak előtte felhúzzuk. Ezt így kiverjük. És mindenképpen felhúzzuk itt a falat. Ide nem kell semmi. Jó. Szerintem a kád az ott lesz bent. Szerintem az pont oda való. Ez meg minek kell? Hopp. Na, a kádat. Az pont oda, szerintem az oda illik. Kíváncsi vagyok, hogy elfér-e. Na majd ott kád, igen, ez lesz az. Ó, figyelitek, pont oda lesz. Király. Pont odafér. Ha. Ez jó lesz. Radiátor. Ablak, tisztítás mindenképpen kell. Úgyhogy WC helyett ott most a kár lesz. Már van egy zuhanyzó, már van egy kádunk. És másiknál lesz egy zuhanyzó, bár lehet, hogy más is lesz így. Na. Hol van a kosz? Na végre. Ez a mosdó. Na mindegy. Az a lényeg, hogy ragadjon a végén. Jó, igen. Most így nézzük. Az nagyon jó az a 20 flipperes kép, úgyhogy azt el nem adom. Ezt megtartom. Nem is tudtam, hogy van ilyen. De rejtett szoba, az tök jó, hogy így volt. És hát a három fürdőszobánk lesz, úgyhogy a rejtett szobából abból kialakítottunk egy kisebb fürdőszobát. Jó, ez megvan. Hú, ez egy nagyobb ablak. Wow. Hú, ez az. Mentett egyet. De szerintetek, ha kezdek egy új játékot, ez törlődik az egész? Szerintetek? Majd várom így a kommenteket. Ma arra kíváncsi lennék. De ez egy nagyobb szoba. Ami az tök jó, és lehet, hogy a nagy szoba, vagyis hogy nem is a nagy szoba, na, hálószoba, a nagyobb hálószoba, az ágy fölé mit szólnátok ahhoz a jó kis house flipperes képhez?
Szerintem az tök jó lenne. Be lehet, hogy nem tudjuk, mert pont az ágy fölött ott lesz az ablak, de lehet, hogy egy ablak nélküli részre tudjuk. Aha, szerintem igen. Vagy ide. Aha, még az is lehet, még az is lehet. Nézzük csak meg. Vegyük meg most az ágyat. Mit szóltok? Ágy, igen, ezt így, és fehéret. Hasonló színeket fogok használni, mint az előző lakásokban. Aha. Tök jó. Aha, tök jó. És akkor... Hol van a kép? Képet akarom. Ott a kép. Ez nagyon jó emléknek. Csudi jó lesz. Ezt ide találták ki. Hopp. Wow, de jó. Bár nincs középen. Bár az ág sincs. Mindegy. Jó lesz ez így. Ah, itt szél, itt hoz, minden jó ez így is. Igen. Ablaktisztítás még. Hát ez egy ilyen kis lyuk. Ablakok tisztítása. Ja, ott egyébként mi az előszoba? Most azon gondolkozok, hogy ez milyen jó lenne előszobát kiszélesíteni, és akkor itt tudnék ülőhelyek alkalmatosságot is létrehozni látogatók részére. Ilyen kis szűkös előszobát szoba legyen. Úgyhogy azt még így kiverem úgy a falakat. Csak még ezt az ablakot így megcsinálom. Ez is megvan, jó. Ezt is még megcsinálom, szerintem ez az utolsó ablak, amit ki kell takarítanom, vagy hogy le kell mossak. Ó, megvan. Jó. Ezek megvannak, ez megvan. Ennek nincs is ablak. Ennek van kettő, de azok megvannak, úgy látom gipszelnem is kell. Igen, ennek csak egy. Ott megvannak, jó. Ez is megvan, ott lesz majd kád. Jó. És, aha. Még hiányzik ez. Jó. Most már jó. Haha. Úgyhogy, hát ide csak egy kisebb ágyat tudok ide rakni. Nézzük csak meg. Jaj, ez borzalmasan néz ki, de keskeny a hűha. Szerintem ez így jobb lesz. Jézusom, mi ez? Milyen ez az ágy? Jézusom! Ujjjjj! Hát ez elég szűkös.
Ah, nincs az a pénz. Hát ez gyerekszoba lesz. És külön szobája lesz. Király. Ez így jó lesz. Elég szűkös. Viszont ez egy gyerekszoba lesz. Tök jó. Aha, tök jó. Igen. És akkor a radiátorokat szereljük föl. És utána, amikor azokat felszereltük, akkor utána már... Jó. Ez is megvan. Új, itt egy hosszabb legyen, mert ez nagy szoba, ami nem fér el. Jó, oké. Meggyőztél. Csak egy ilyen kis lyuk. Na, akkor itt lesz a nagy. Ó, igen, tök jó. Jó, akkor ez megvan. Jó. Ez is megvan. Úgyhogy ez egy nagyobb hálószoba, ami tök jó. Ja, itt majd törölköző szállítót fogok majd. Ide is egy radiátort. És... előszobába? Nincs? Nem is kell. Minek? Akkor gyorsan ezt az ajtót adjuk el, és törjük ki a falat. Nem kell ez nekünk. Legyen kényelmes az előszoba. Hát nem? Simán. Hogyni, üssélte, ez az, ott középen megmaradt, azt is, ó, a szemembe ment az egyik tégladarab. Jó, oké, ez az, szerintem ezután itt beljebb kezdjük el a bontást. Ez az, üst, vágd, nem apád. Éj, ez az. Ha, hogy ott maradt középen az. Ó, most már így sokkal kényelmesebb lesz. Aha, most már itt lesz ülőalkalmatosság is, amin levehetik a cipőjüket. Vendégek. Na, csukjuk be. Ha. Ó, ez az. Üssük. A vasat, amíg még meleg. Ó, ez fájhatott. Ojjaj. Jó. Na, hát most már itt tökéletes. Igen. Ez érdekes, ide mit fogok tenni, de mindegy. Ó. Hát ez egy kapcsoló volt. Volt. Jó. Akkor most szereljük föl mindegyiket, hogy működjenek. Na. Jó, oké, megvan egy. Ide lehet, hogy kellene. Ide. Még itt sem tudok nagyon tenni, semmit sem. Talán egy fotelt. Itt majd egy ilyen törölköző szállító lesz, az majd fűti. Na nézzük. Jó, oké. Úgy látom, hogy csak ott kell gipszelnem. Egy kicsit elcsúszott hang. Jó, oké. Ez jó pofa.
Mennyi helység van? Ez megvan. Hú, ez az ágy, ez egy kicsit érdekes helyen van, de hát mindegy. Mindegy, ez gyerekszoba. Hú, de borzalmas helyen van ez az. Ajjaj. Ez egy jó kicsi. Lehet, hogy ez inkább... Hát... Ez irodának kellene, hogy legyen. Ennek pedig... Hálószobának. Tényleg. Ide tesszük az ágyat. Átment a... Ez poém volt. Tudjátok mit? Így lesz. Hogy de menő? Menő van, ó. De én szerintem... Ide, nem ez kellene ide, hanem egy rendes, normális, ajtó. És azon gondolkozok, hogy... Ez így kényelmesebb lett. Most majd áthidaló is lesz, de én szerintem ezt most így megcsinálom, hogy 1, 2, 3, 4, és akkor itt fogom. És akkor majd itt lesz valami. Egy kis szekrényke ilyen virággal, tudjátok, az a szokásos. Gyorsan ebből egy ajtót csinálok, és még az áthidalókat, hogy ezt megcsinálom. Szerintetek jól raktam be? Szerintem is. Jó. Megnézzük. Aha, tök jó. Most az áthidalók jönnek, nem ezt akartam, hanem az áthidalókat. Jó. Na, végre van egy üres rész. Király. És akkor itt van egy ágy, vagy legyen dupla ágy. Szerintetek dupla ágy befér? Nézzük meg, hogyha ezt így ideglenesen ide rakjuk. És egy dupla ágy befér ide? Ha nem, akkor nem veszük meg, csak megvizslatjuk. Például egy ilyen dupla ágy. Szerintem elfér simán. Hopp, egy kicsit felde. Mondjuk. Kicsit. Nagy. De mindegy. Akkor ezt valahova máshova fogjuk tenni. Hát így ide lerakjuk. Amíg ide berakjuk ezt a kis ágyikot.
gyerekek úgy is szeretnek, hogyha késve mennek az iskolába, a suliba, akkor miért ne legyen olyan, hogy egymás melletti ágyak. Ez király. Szerintem még egy ilyen ágy elfér. Nézzük csak meg. Csak úgy kíváncsiságképpen. Ó, igen, és középen simán éri szekrény. Ó, simán. Nézzük meg az éri szekrényt. Szekrények. Itt ezt odafér. Ó, simán. Na, és akkor két gyerek. Ez lesz a gyerek szoba akkor. Miért van két ilyen borzalom lámpa itt? Uff, hát ez nagyon durva. Ez mit keres itt? Miért nem itt van? Ja. Jó lesz ez így. Na, hát akkor... igen, így gyorsan kimehetnek, és akkor futás, 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 és puf! És van két francia ágyas, két gyerek ágyas, tök jó. Csukjunk be mindent. És van egy iroda, és lesz egy iroda ott hátul. Az úgy a gyerek dzsivajtól jó messzire vannak, úgyhogy ez. Ez borzalmas egyébként, majd lecseréljük. Ja, hogy ott is van. Jó, oké. Akkor ide rakjuk. Ide, így. Ja, hogyha felgyújtjuk a lámpát. Hol van itt a kapcsoló? Ha-ho! Kapcsoló? Ez nem az? Itt kellene egy kapcsolónak lennie. Csak egy volt, ami ott volt a falon. Na jó, szerintem hagyjuk. Menjünk ki. Már éjszaka van, majd folytatjuk. Úgyhogy most ennyi lett volna így a House Flipper. Még azért csinosítgatni kell, meg festegetni. Most csak úgy egy kis előtakarítás volt. Úgyhogy remélem tetszett nektek így ez a videó. Ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, és ne felejtsetek el feliratkozni a csatornámra. Sziasztok!